Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon. Az Open Transport Tycoon Deluxe következő epizódját láthatjátok. A GSC nyár keretében veszik fel ismételten ezt a sorozatunkat. És a mai adásunkban szerintem ma már ezért elkezdünk kifelé tekinteni. Hát Wallerungát azt alig, ha nem el fogjuk veszíteni, inkább csökkent. Bár most már közepes a Wallerungaiakkal a véleményünk, ami lehet, hogy azért jó, mert akkor most több kaját kapnak, és gyorsabban kapják a kaját, lehet, hogy itt van, vagy ez, lehet, hogy ez a szitu, ugyanakkor lehet az is a szitu, hogy most már két vonattal. Na, itt lesz a baj. Menjél be gyorsan a garázsba. Jó, akkor azonnal javítanunk kell itten, mert két, igen, ezt elfelejtettem, hogy viszont akkor itt az lesz a probléma, hogy két áruszállító vonatnak van esélye, hogy befoglalja két garást, úgyhogy kénytelen vagyok növelni. Helyet adni neki, egy harmadiknak, és akkor ide tudja adni a vonat magát, úgyhogy... Még jókor vettem észre, az a jó hírem, és mindjárt érkezik is az első szállítmány. Pietra visszament 1000 fő fölé, és egyelőre úgy épül, ahogyan én szeretném, azért azt tegyük hozzá. Mert hozzáteszem, hogy kezdek egy kicsit gondolkodni, hogy tudom megépíteni a két település közötti személyszállító vonatot. De lehet, hogy ez nem lesz meg. Wallerunga központ elfogad utast. Ide telepedik még utas. Szupi. Oké, na. Ugye az nekünk egy nagyon nagy előnyünk lett, hogy most már közepes a viszony a Wallerungának velünk. Így van. Tehát nagyban fordult az élet. Nyugat már fogad levelet megint. Jó, mindjárt kapjuk a kaját. Oké. Na, hát igen, mai adásunkban áttörünk ide, azt gondolom. Tehát Cita mondta, meg fogja kapni az áttörést. Bár lehet, hogy első körben inkább a törlesztés kéne, hogy az legyen áttörés. Letörlesztjük minden adósságunkat. Mindenképpen így kell megoldanunk az alagutat, nem tudok máshogy. Ez viszont nagyon-nagyon hosszú alagút, ez nem is érné meg teljesen a... Aha, teljesen így épülne meg az alagút, ez nagyon nem éri meg. Egyértelműen mondom, hogy nem éri meg. Azon gondolkodom, ha ezt itt lenyomom, akkor egy olyan tájékra dob le bennünket a játék, ami viszont abszolút egy olyan hely, amit viszont... Na, így, valahogy így. És akkor elkezdhetjük építeni a vonatot. Így, és akkor itt még azért kanyarogni kell sajnos rendesen. Leszedjük. Itt viszont már nem kell kanyarogni, hanem egyből mehetünk az alagút felé. Itt lehet, hogy csinálunk egy ilyen várakozó pontot, hogy tudjon jönni a másik irányú vonat. Hú, ez azért nagyon komoly lesz így. És mondjuk beakadás veszélyes is nagyon. Bár igazából ennél lejjebb már nem is kell mennünk, mert nézd, ez már az a szint.
ami kell nekünk. Már csak meg kell építenünk az utat oda. Ja nem, úgy van meg a szint, hogy az itteninek. Tehát azért még mennünk kell egyet le. Az a nagy kérdés, hogyan oldjam meg, de attól félek, hogy nincs más megoldás, mint hogy így. És pont ott van a jelző. Ide kell átrakni a jelzőt. Így mi. Jó. És már csak egy kérdésem van, hogy a híd... nem lesz jó. Nem fér el oda a híd. Akkor a... őt is leszedjük. Szerint ezt azonnal vissza kell építeni. Így. Tökéletes. Nagyon jó. Az, ahogy viszont összeállítja a dolgokat, lehet, hogy ide fogja majd pakolni a... Igen, igen, ezzel viszont már szerintem azt meg fogjuk tudni csinálni, hogy csak ő kapja a kaját. És akkor a vonat lesz az elsődleges kajaszállítónk. Jó, és akkor tőled mit viszünk? Tőled jó sok mindent viszünk. Egyrészt a szenet. Oké, okay. Az lesz itt a megoldás, hogy úgy kötjük rá, hogy így. Nem valami szép. De remélhetőleg a célnak megfelel. Szóval így már ez a lámpa, ez el fog így. Esződni, mert ez már kevés lesz neki. És pont, hogy nem fér be. Illetve pont be fog férni, csak egy kicsit trükközni kell. Így fog beférni. Ezt a lámpát itt le kell szednem. Ez az. Jó, odafelé megvan. Ez a jó hír. A visszafelé. És igazából úgy látom, hogy ez sem lesz olyan nagy probléma, mert itt egyet lemegyünk, és szerintem az a maga ennyi idő alatt. Hoppá, van előgó, nem fogad el levelet és ételt. Az jó, az jó. Várjál, nem fogad el. Magyarul. Most már elfogad levelet és ételt. Na, akkor csak valami átépítés zajlott vele Lungában. Jó. Remélem, ti már élvezitek a nyarat. Mi még ugye májusban vesszük fel ezeket az adásokat. Most kezdődik el nálunk igazából a nyár. Tehát kapjuk rendesen a... kapjuk a meleget. Hát még olyan 25 fok környéki, az nektek álom lenne. De hamarosan el fogjuk érni a 30-at, mi is sajnos. Hoppá! Minden oké, bá, ügyeském. Jókora nagy habci volt, ilyen torokból ez a... Oh! Oh, megjött a dízel. 10 000-ért. Ó, oh, de nagyon jó ár. Ja, azt el is felejtettem nektek mondani, ha már itt tartunk, hogy itt ugye ennél a éghajlatnál, tehát ennél a szubtrópusinál, az a nagyon rossz hírem, hogy a vonat az gyökkettős, tehát nincs elektromos vonatszállítás, ami azért nem jó hír, mert az energia az akkor, tehát nem fejleszthető a vasút, ez a nagyobb baj, illetve ez a negatív hír ebből a szempontból.
Na, már megint variálnak Vallelungában. Na, szuper, kész vagyunk. És inkább ideépíteném a vasútnak a depóját. Ide. Tökéletes helye van. Mondjuk nem mindegy így akkor, hogy mi fog. Igen, viszont money az pont egy kicsit kevéske van. Sokkal olcsóbb. Ez a jó hír. Mindjárt jön az áruszállító, és az le fogja rakni. Most kaptunk manit. Jó. Igen. Még mindig te kapod? Nem, azért most már ide adja. Az a jó hírem. Azért most már ide dobja le. Na és akkor... szén szállítás. Következik itt most nélkülünk. Cittamontei nyomda. Pont ide kezdtünk el építkezni. Nem baj, mert a fa az akkor viszont ide fog jönni. Jó van, tudom, hogy kevés. Ötöst építettünk, úgyhogy ötös szélességig kell mennünk. Jó. A szénszállítást így akkor tudjuk egy kicsit növelni. Egyelőre nincsenek szerencséink a szénszállítókkal, mert eléggé olyan kocsikat kapunk, amely... illetve olyan gyárakat kapunk, amelyek picik. És megint az, itt meg az van, hogy kevés. Kevéset visszük. Nem az. Mindegy, akkor addig beállítjuk itt a dolgokat, legalább tudni fogja, és ne kapjuk meg a vészüzeneteket. Igen, itt visszafordul, tökéletes, ez így jó lesz. Na, Cittamontei bányában telepakolsz, Vallelunga a hegyben viszont teljes kipakolás. Amit átviszünk a ezen keresztül, az majd akkor a fa lesz, ha megkapjuk a Cittamonteiektől az engedélyt. Az olaj az gyakorlatilag itt fog maradni. Azzal az a jó hírem van. Én a fát kell átvinnünk, de ez nagyon-nagyon... ja, várj, először még le kell bűrészelni, akkor még először ide megy, és úgy megy ide a papírba. Mindegy, a láncolat az nagyjából maradni fog ugyanúgy. És még talán azt is mondanám, hogy nem annyira elérhetetlen helyen van vasút szempontból. Na, kezdenek bezárodni. Konzervgyár. A következő. Melyik vagy? Ripatirione, az nagyon messze van tőlünk. Hát annyira azért nem. Annyira azért nem. Hát igyekszünk erre felé jönni, csak hát ez money kérdése. Jó, megvan, beindíthatjuk a szénszállítót. És ő az első, dízel mozdonyunk. És akkor ezzel kísérletezhetünk. És lehet, hogy az lesz, hogy majd mindjárt akkor... most mentél el a garázsból, az a nagy bajom. Mindjárt kapunk egy kis pénzt az olajjal.
Na, nőtt a búza. Egyik itteni farmból. Hoppá! Basszus! Te is megszűntél, rohadjál meg! Akkor... Ú, és pont a két ilyen gyárat veszítjük el. Jó, mondjuk egyelőre még a papír az nincs megoldva, ott van a pót. És igazából annyira nincs veszélyes messzeségben. Az a jó hírem. Ú, de lassan termelődik. Pietra Vallelunga között megvan az utasszállítói küldetés. Megkaptuk az utasszállítói feladatot. Ezt kell meg... Az jó lesz garázs végállomásnak. Nagyon jó. Nagyon jó. Na akkor... Pusz. Na és akkor mindjárt most megnézzük, hogy mi újság az árukkal, mert az most azért érdekel. Na, áru van már itten, Vallelunga. Igen. Jó, Pietra már elfogad árut. Ez a jó hírem. Tehát akkor nem Vallelunga, hanem Pietra. És csinálhatjuk így, hogy rakjuk még hozzá. Utasítások vége. És ha elfogadom... Nem, csináljuk így. És akkor a kettest is mindjárt javítjuk úgy, hogy Vallelunga helyett Pietra. Stop, teljes kipakolás. És egyelőre üresen. Jó, na és akkor kapja a manit. Na most jött be, és akkor már is kapja. Jó, ez, ennek örülök, hogy beindult végre a... Jó, és akkor még másolunk egy személyszállító buszt. Megtalálom a buszt. Ott van. Csak melyik a miénk? Ő lesz a miénk. Ó, kaptunk egy... repülőgépet. Szépen kicsit leürítjük a dolgokat, hogy jobban átlássuk a dolgokat. Na nézzük. Igen, és elkezd erre fele terjedni Vallelunga. Az azért jó, mert akkor ide már épülhetnek a vasúti dolgok. És akkor lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy így lesz a személy. De most már itt egyébként eltűnt ez a rész, úgyhogy lehet, hogy így az itteni gyár az eltűnt, úgyhogy akkor ide tudok pakolni egy ilyet. De sajnálom... Jó, mondjuk igen, el kéne kezdenünk azért most már dolgozni szinte montai dolgokkal. Egyelőre nagyon jók a véleményei felénk, viszont most el kéne kezdeni inkább a manit. Igen, az lesz, hogy most első körben most egy kicsit a manit azt visszább szerezzük. Mi a véleményed? Ujjaj, visszament közepesre a pietraiaknak a véleménye. Ellenben
Vállalunga kiváló lett. És megnyertük a támogatást Pietra és Vállalungai közlekedésért. Na. Szuper. Hát azért kicsit durva, hogy primár közepest adtok nekem. Még egyelőre kajáztok ti is. És igazából azon gondolkodom, hogyha most errefelé megépítjük az utat, még gyorsabban is eljutunk az áruval. Igen, itt most fordulni akar a vonat, de nem tud. De mindjárt megoldjuk, hogy tudjon. Na, szuper! Jó, megkaptuk a 300-at, vállaljunk a nyugat elfog levelet. Szuper! Nagyon jó. Oké. Na, még egy pici időnk van. És akkor ez idő alatt szerintem most már megpróbáljuk beindítani az olaj hadműveletet. Mennyit fogadsz, Ola? Mennyit szedsz? 99 ezer, nem valami sok. 112, akkor ez is egy kocsis. Egy kocsis olajszállítás lesz. Viszont ezt úgy fogom megcsinálni, hogy egyből a konzerv mellé rakom. Tehát akkor 2x5. Lehet, hogy 3x5 inkább. És akkor ez jó kis központi állomásunk lesz. Ez lesz akkor a... Igen. Így. 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 És akkor itt lesz egy utunk. Ez lesz az út a... ide. És reményeink szerint ide senki nem akar. Eltévedt a vonat? Na mi a baj? Baj az nincsen szerintem. Na mindjárt kiderül. Most kaptuk meg a mozdonyt, amit eddig tesztelhettünk. És olcsóbb teszem hozzá. Na. Oké. Tévedtél el? Be tudsz itt menni? Nem értem. Nem értem, miért tévedtél el. Be tudsz itt menni? Át az alagúton? Azaz. Átmegy az alagúton. Kijön az alagúton. Á, megvan a hiba. Ő a hiba. Ez most 58 dollit megért nekem, hogy ott fordítsam meg egyből. Oké, és akkor még egy feladatom van itt, meg kell találnom, hogy hol menjen át a hídon. Itt jó lesz.
Oké, hát akkor nincs más megoldás, mint hogy úgy megépíteni a hidat, hogy itt legyen. Úgyhogy Daninak most van egy kis szivatásia. A játék elkezdte szivatni Danukát. Ó, idióta. Nem a legszebb, de a célnak megfelel. Jó lenne majd egy kitérőt valahova építeni. Ez nagyon hosszú lett. Hú, de nagyon sok money bag jött hirtelen. Jó, na akkor most az fog következni, hogy új járművek. A dízelt vesszük meg, mert most nagyon olcsóbb. És lehet, hogy azt mondom, hogy 4 kocsissal tervezek. Oké. Jó, konzerv. Jó, konzerv viszont már csak a következő adásban lesz. Most érkezik vissza a szénszállító vonatunk, és a maninkat pedig megpróbáljuk visszafizetni egy kölcsönössel. Jó, oké, haladunk, 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 haladunk. Nagyon jó. Na, Vállerunga is halad. Tökéletes. Jó, innen folytatjuk a következő adásunkban, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, találkozunk tehát akkor abban az adásban. Sziasztok!